Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják október 11-én csütörtökön. A mozgássérültek előtt bontott kordont a MÁV, így elmaradt a mára tervezett tüntetés. Egy jelölt indul az ácsi polgármesteri címért, és költségcsökkentés miatt távozik az Etótól Tamás és Zsolt szakmai igazgató. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Felavatták gróf Bethlen István szobrát Győrben. Az egykori magyar miniszterelnököt ábrázoló alkotás a róla elnevezett téren kapott helyet. Győrbe érkezett a Reakció, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programja látványosan szólította meg a diákokat. Egy kenus képviseli Győrt az ifjúsági olimpián, Pál Balázs pénteken és hétfőn is versenyezni fog. Mindkét mezőnyben a top 6 a cél. Továbbra is marad a kellemes őszi időnk, adásunk végén mondjuk a részleteket. Nem tüntettek a mozgáskorlátozottak ma a győri vasúti pályaudvarán, mert a MÁV az utolsó pillanatban elbontotta a kerítést az akadálymentesített rámpa elől. A több mint két hónapja befejezett munkának a műszaki átadása viszont a mai napig nem történt meg, így a vasúttársaság figyelemfelhívó táblákkal jelzi, hogy senki ne használja, mert ha bármilyen probléma adódik a rámpa használatakor, a MÁV-ot a hatósági engedélyezésig semmiféle felelősség nem terheli. Felavatták gróf Bethlen István szobrát Győrben. Az egykori magyar miniszterelnököt ábrázoló alkotás a róla elnevezett téren kapott helyet, amelyet szintén most adtak át. Az ünnepségen elhangzott, Bethlen stabilizálta a Trianon sokkját elszenvedő országot, de intézkedései elősegítették Győr köznevelésének fejlődését, és ösztönözték iparának fellendülését is. Egy új térrel és egy új szoborral gazdagodott Győr. Mindkettő az egykori magyar miniszterelnök gróf Bethlen István előtt tiszteleg, aki 144 éve, 1874. október 8-án látta meg a napvilágot. Borkai Zsolt polgármester avatóbeszédében kiemelte, Győr egy modern város, de emellett nagy hangsúlyt fektet a múlt értékeinek ápolására is. Itt állunk Újváros szívében, egy olyan környezetben, amely folyamatos megújuláson megy keresztül. Korábban a zsinagóga, nemrégiben az állam támogatásával az evangélikus sziget újult meg, és most a kettő közötti zöld terület is teljesen megújítottuk, új térburkolatot készítettünk, növényeket telepítettünk, megszépítettük a parkot, hogy igazán méltó környezetet teremtsünk egy kiemelkedő államférfi, gróf Bethlen István egész alapos szobrának felállításához. Fekete Dávid alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy gróf Bethlen István működését a tolerancia és az újjáépítés jellemezte. A trianoni sok után egy összerombolt országot volt képes újra talpra állítani, a területét vesztett, a lakosságát vesztett országot volt képes gazdaságilag újra talpra állítani, nemzetközi kapcsolatait visszaállítani, nemzeti büszkeségét visszahozni a magyar nemzetnek. Másfelől pedig gróf Bethlen István politikai működését mindig a tolerancia, mindig a szélsőségek elutasítása vezette. Az önkormányzat anonim módon lefolytatott meghívásos pályázatot hirdetett a bronzszobor elkészítésére, ennek nyertese pedig Pál János Ervin, Herman Lipót díjas szobrászművész lett, így mostantól az ő alkotása díszíti Győr új terét. Az ünnepség a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorával ért véget. Nem látlak én téged többé, többé sohasem, és te sem látod, hogy érted, könnyes a szemem. Egy jelölt indul Lakatos Béla volt székéért Ácson, írja a kemma.hu. A településen azért lesz időközi választás Ácson, mert a korábbi polgármester augusztusban lemondott posztjáról. A november 11-i voksoláson a helyiek egy jelöltre szavazhatnak, miután október 8-áig csak a Fidesz-KDNP támogatásával induló dr. Szentirmai István adta le az ajánló íveket. A járási főállatorvos szerint egyedüli indulóként sem lesz könnyű az időközi választás, mert a szavazók száma mutatja majd meg, hogy hányan támogatják.
Győrbe érkezett a reakció. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programja látványos bemutatóval hívta fel a Kródi Gyula iskola diákjainak figyelmét a bűn és baleset megelőzés fontosságára. A szakemberek tapasztalatai szerint ugyanis arányait tekintve nagyon sok az olyan erőszakos bűncselekmény, amelynek ez a korosztálya részese. Közúti balesetben pedig évente egy osztálynyi fiatal veszti életét. Akciófilmbe illő jelenetek a győri Kródi Gyula iskola udvarán. Az interaktív bemutatót a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács dolgozta ki, és azokba az intézményekbe viszi el, ahol egész tanévben nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Az országos program a Reakció címet viseli, és a diákok mellett a tanárokat, a szülőket és a társszerveket is megszólítja. A Reakció igazából olyan szituációt viszünk színpadra, és olyan előadások formájában szólítjuk meg a fiatalokat, amelyek segítik az áldozattá válás megelőzését, valamint az elkövető válás megelőzését. A Reakció igazából az iskolai erőszak csökkentése miatt jött létre. A szakemberek ugyanis azt figyelték meg, hogy azoknál a bűncselekményeknél, ahol eszközként vagy célként jelenik meg az erőszak, számottevő ennek a korosztálynak az érintettsége. Nem számadatban, hanem arányokban. Akár a rablásoknál, akár a kifosztásnál, kényszerítő típusú magatartásoknál, testi sértésnél, főleg a súlyos testi sértésnél, ami 8 napon túl gyógyuló sérülés okozásával jár. Sajnos nem élet szabadság elleni bűncselekményeknél is, valamint a egyéb ilyen életellenes bűncselekményeknél is. Nagyon számottevő a jelenlétük. És bár csökkenő számadatokról beszélünk, viszont maguk károkozás, a sérülés okozása egyre nagyobb. A bemutató része volt egy közlekedési baleset szimulálása is, amelyben a sofőr részegen ült a volán mögé, és így nem vette észre az elélépő gyalogost. Volt erre egy kimutatás, hogy évente 30 fiatal hal meg közúton. Azt kell elmondanunk, hogy a nagyon sok fiatal, és ezt ugye statisztikailag most nem alátámasztva, nem megerősítve, nagyon sok fiatal lesz részese közúti balesetnek, aminek a hátterében a drogfogyasztás, a gyorshajtás, vagy éppen a telefonhasználat járműveletés közben áll. És ezek a balesetek mind általában nagyon súlyos sérülésekkel járnak, vagy éppen halálesettel járnak. A szervezők arra is szerették volna felhívni a figyelmet, hogy milyen következményekkel járhat egy rosszul meghozott döntés. Az, ha valaki valamilyen szerhatása alatt állva vezet, illetve az is, ha valaki engedi, hogy a társa ilyen állapotban vegye át az irányítást az autó felett. Kóros elmeállapota miatt felmentette az emberölés vádja alól. Az első fokon eljáró győri törvényszék azt a férfit, aki tavaly novemberben megölte szüleit Sopronban. És elrendelte a vádlott határozatlan idejű kényszergyógykezelését. Erről kérdeztük dr. Havasinné dr. Kulcsár Petrát, a törvényszék szóvivőjét. A bíróság az ítélet indokolásában kifejtette, hogy ebben az eljárásban az elmeorvos szakértőknek azt kellett vizsgálnia, hogy milyen volt az elkövetéskori tudatállapota az elkövetőnek. A szülei megölésének időpontjában a vádlott beszámítási képessége kizárt volt. Ez azt jelenti, hogy képtelen volt arra, hogy cselekménye következményeit felismerje, vagy ennek a felismerésnek megfelelően cselekedjen. Ez egy büntethetőséget kizáró, amelyet a büntető törvénykönyv szabályoz, és azt jelenti, hogy a hatályos eljárás jogi szabályok értelmében ebben az esetben a vádlottat fel kell menteni az ellene emelt vád alól. De azt is hangsúlyozta a bíróság, hogy a szörnyű tragédia nem maradt következmények nélkül a vádlott számára, hiszen elrendelte a vádlott kényszergyógykezelését, ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha elrendelik a kényszergyógykezelést, akkor ez csak személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövető kóros elmeállapotú vádlottal szemben rendelhető el, abból a célból kifejezetten, hogy ne követhessen el újabb társadalomra veszélyes cselekményt. A döntés nem jogerős olyan értelemben, hogy ugyanaz ügyész, illetve a védő tudomásul vette, de a vádlott nyilatkozatát meg kell várni. Az állatvédelmi oktatás bevezetését javasolja a Fidelitas Komárom-Esztergom megyei szervezete az oktatási intézményeknek. Tatabánya mellett Tatán, Oroszlányban, Kisbéren, Komáromban és Esztergomban. Kupcsok Péter, a párt megyei elnöke a kezdeményezés kapcsán kiemelte, fontosnak tartják, hogy a fiatalabb korosztály már az általános iskolában megtanulja a helyes és felelős állattartás szabályait. Az ifjú politikus hangsúlyozta, az állatok helyzetén úgy lehetséges javítani, ha az emberek állatokhoz való hozzáállása megváltozik, és az emberek nem élnek vissza az állatok kiszolgáltatottságával.
Bihari Kristóf gyógykezelésére gyűjtenek egy szombatesti Mosonmagyaróvári koncerten a 7. bekezdés nevű zenekar, a Mosonmagyaróvári Lions Klubbal közös szervezésben készül a jótékonysági koncertre, amelynek helyszíne a Fehérló közösségi házban lesz majd Mosonmagyaróváron, írja a Kisalföld. A rendezvény célja a 3 éves Bihari Kristóf gyógykezelésének támogatása és életminőségjavító eszközök megvásárlásának segítése. Kristóf egy súlyos betegség következtében nyaktól lefelé mozgásképtelenné vált. A koncert ingyenes, egy adománydobozba rakhat pénzt az, aki kilátogat a programra. Huszonnégy góllal győzött a győri Audietokácia Békés Csaba ellen a női kézilabda bajnokságban. Az újabb BL mérkőzésre készülő hazai csapat újoncot is avatott, és sok fiatalnak is jutott lehetőség, hogy a csapat többi tagja tudjon pihenni a nemzetközi kupa szereplésre. Hengerelt az Audi Eto a KNH Liga női kézilabda bajnokság 7. fordulójában hazai pályán a Békés Csaba ellen. A gyors játék most remekül működött a zöldfehéreknél, a kapuban pedig Kis Éva nagyon hamar elkapta a fonalat, és nem hagyta érvényesülni a vendégcsapat játékosai. Pontosan 11 perc és 32 másodperc kellett ahhoz, hogy először túljárjanak a válogatott játékos eszén a lilamezesek. Ekkor azonban már 9 gól állt a hazai csapat neve mellett. A stabil 9-10 gólos különbség lehetővé tette azt is, hogy Danyi Gábor a fiataloknak adjon lehetőséget. Egy abszolút újoncot is avattak már a találkozó első fél idejében. Ács Bianca mutatkozhatott be, ráadásul góllal tette mindezt élete első NB1-es mérkőzésén. Igazából én úgy gondolom, hogy nagyon fantasztikus élmény itt lenni, és én nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy itt lehettem, és hát tényleg felemelő érzés volt itt játszani, és tényleg még gólt is dobtam, gólukat, és hát remélem, hogy a továbbiakban is számítanak rám, mint beálló. A találkozón több sérülésből visszatért játékos is pályára lépett és főszerepet kapott. Az ő bizonyítási vágyuknak is köszönhetően a félidőre tovább nőtt az előny. A szintén sérüléséből visszatérő Puhalák Szidónia is 3 gólt vállalt egymás után, így 22-9-es állásnál jött a nagy szünet. Nagyon boldog vagyok, hogy visszatértem így 6 hét után, azt hiszem. Múlt héten ugye játszottam már BL-be, de akkor ilyen 10 perc jutott, most azért fél órát játszottam. Hát tüdőileg nagyon elfáradtam azért, nem egy edzés szint, tehát azért itt mindig keményem, de örülök, és örülök, a 5 vagy 6 gólt lőttem, úgyhogy pozitívan állok elé. A második játék részben ismét egy a bajnokságba visszatérő játékos mutatkozott be, hiszen Kari Grimsbő állta útját már a vendégkísérleteknek a kapuban. A mérkőzés 40. percére a különbség már 16-ra nőtt, aztán Puhalák Szidónia 5. góljával már 20-ra. A Fentaler Sára is visszatért, és gólokkal vette ki a részét a győzelemből. Jól kezdtünk, dinamikusan támadtunk, én azt gondolom minden két fél időbe. Az utolsó 15 percben meg szinte csak a fiatalok voltak a pályán, az külön öröm, sőt a legnagyobb öröm talán számomra. Amellett nyilvánvaló, hogy a Bajnokok Ligája mérkőzések között azóta hatázó célunk, hogy tartsuk ezt a formát, sőt a pozíciós játékba gyakoroljunk új dolgokat, hát az többé-kevésbé, inkább kevésbé sikerült. A győzelem tehát egy percig sem forgott veszélyben. A lényeg pedig az, hogy tovább erősödött a csapat a következő BL megmérettetésre. A végeredmény Győri Audi Eto KC, Békés Csaba 47-23. Győri versenyző is indul az ifjúsági olimpián. Pál Balázs a kenusok mezőnyében jutott ki a 6 európai hely egyikén, még a kiutazásuk előtt pillantottunk bele az egyik edzésükbe. Egyből húzol, az jó, meg tök hölen indultál. Itt az első két boly, ez marha gyors. Ez kicsit nagy évből vettem. Hát nagyobb, de legalább a sebességed megvan. Jobban előre döntöd magad, aztán utána vissza, ha jól hadsz, hogy kifusson. Jó. A videó segítségevel is folyamatosan elemzi Németh Gergő, a Graboplasz Győr kenus edzője Pálla Balázs munkáját. Go! Elől vagy! Nagyon hegyezzük a dolgokat, tényleg mind a rallisok, begyakoroljuk azt, hogy akkor ugrás, utána jobbra, balra dőlés, hogyan kell haladni a bolyasorok között, hogy tényleg most már ott a utolsó fázisban vagyunk. Ready, set, go! Azaz, menjen!
Ez a rajtgép még a kenus szülők segítségével készült a jogválogató előtt. Ez is kellett ahhoz, hogy Balu ott remekül szerepeljen. Barcelonában tavasszal a győri fiatal sportoló ért el a legjobb európai eredményt a két szakág összesítés alapján. Két szakág, hiszen az ifjúsági olimpián nem a klasszikus versenyszámok szerepelnek a programban. Haza! Szuper! Két húzásból! Azt is mondhatnánk, itt nem egyenesen kell menni, hanem minél inkább kanyarban. Előbb ugyanis egy úgynevezett 8-as pályán kell a síkvízi részt teljesíteni, a szlalomnak pedig az itt is lemodellezett pályája lesz hajszál pontosan, a közepén eszkimó fordulóval. Vagyis a versenyzőnek sok olyan automatizmus ki kell kapcsolnia, ami a normál versenyszámokban az elmúlt 4-5 évben fontos volt. Ám mint Pála Balázs mondja, ez nem gond, sőt rendkívül motiválta a lehetőség, így a nyári programja ennek köszönhetően is jól sikerült. Ez volt a legjobb síkvízi idényem, amióta kenuzok. A magyar bajnokságon második lettem 1000 méteren, az volt leginkább a célom évelején, és sikerült. A kvalifikációs verseny után egyébként változtak a szabályok. Amíg Barcelonában a két szakág összetett eredménye számított, addig Buenos Airesben már két aranyat is osztanak, egyet a síkvíz, egyet pedig a szlalom versenyek után. Ez ugyan egyel több éremszerzési lehetőség, de jócskán növeli azoknak a specialistáknak az esélyeit, akik egy-egy területen a korosztály klasszisai. Dönts el! Míg Balu, akinek éppen az összetettje az erős, ebből a szempontból minimális hátrányba került a többiekkel szemben. Nem ért minket jól az a változás, de úgy gondolom célok nélkül nem lehet kiutazni, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a külön díjazásnál, hogyha egy hatba vagyunk, én annak már nagyon-nagyon tudok körülni, és akkor azt mondom, hogy minden megérte. A győri kenus magyar idő szerint pénteken 4 óra után a síkvízi programban kezd majd, míg a szlalomversenyeket számára hétfőn rendezik meg. Távozott Győrből a labdarúgó NB2-ben szereplő Eto egy évvel ezelőtt kinevezett utánpótlás szakmai igazgatója Tamási Zsolt adta hírül a Kisalföld. A győri szakember tavaly ősszel 15 év után tért vissza az Etohoz, s mint mondta, meglepetésként érte a bejelentés, de a klub korrekten kezelte a búcsút. Sós Imre ügyvezető azt mondta, a klub működésében további racionalizálás kell, ezért a tulajdonos úgy döntött, hogy munkaköröket von össze. Felavatták gróf Bethlen István szobrát Győrben. Az egykori magyar miniszterelnököt ábrázoló alkotás a róla elnevezett téren kapott helyet. Győrbe érkezett a Reakció, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programja látványosan szólította meg a diákokat. Egy kenus képviseli Győrt az ifjúsági olimpián, Pál Balázs pénteken és hétfőn is versenyezni fog. Mindkét mezőnyben a top 6 a cél. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes napos lesz a pénteki időjárás az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Pénteken hajnalban 13 fokot mutatnak majd a hőmérők a prognózisok alapján, reggelre pedig 21 fokig kúszik már fel a hőmérő higanyszála. A napos péntek délutánban a csúcsértékek 22 fok környékén várhatók, csapadék nem lesz és a légmozgás sem erősödik meg napközben. A péntek este is tiszta és eseménytelen időt hoz majd a térségbe, az esti órákban 17, éjszaka pedig 11 fokra van kilátás. Aztán a folytatásban is ugyanilyen csodálatos őszi időjárás várható északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. A napsütéses szombatban 23 fokot mérhetünk maximálisan, amíg hajnalban és éjjel 11 fokig hűl le a levegő. A vasárnap is hasonló időjárást hoz a térségbe, reggel és este 10, napközben pedig 21 fokot mérhetünk majd, sok lesz a napsütés. És hétfőre is mondanak bőven napsütést a meteorológusok, csapadék itt sem lesz, reggel és este 11, napközben pedig 21 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió műsorát látták október 11-én csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap este 7 órától természetesen újra várjuk majd Önöket Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Tartsanak velünk akkor is, addig pedig kellemes pihenést és jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!